Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon. A mai nap sírruhákat fogunk rendelni. Nem szponzorációs tartalom, nem azért készítem ezt a videót, hanem egyszerűen úgy voltam vele, hogy beírtam Google-be, hogy terhes ruhák. Olyan árai vannak, hogy kihűltem. Egy farmer nadrág 20-30-40 ezer forintba kerül, amire azt mondod, hogy hát jó, talán fölveszed, mert a legtöbb ráadásul nem is modell. Mindig vannak ott ilyen kuponok. Ennyi lett volna az összeg, de én ennyiért vettem. Pénzért, szóval ha csak a negyede lesz jó rám, szerintem már megérte, amit rendeltem. Azt terhesség után simán fogom hordani, mert nagyon jól néznek ki. Nem is tudom, hogy minek vettem ennyi ruhát. Szóval azért ti is gondoljátok meg, hogy biztos kell-e az a ruha, nagyon tetszik-e, stb. Most én egy kicsit túlzásba estem. Na de nézzük is! Tessék! Még! Nézzük is az elsőt. Ez tényleg olyan, mint a képen. Pont olyan színe van. Ez nekem tetszik. Nagyon büdös. Nagyon ilyen fura szaga van. Ez egy XS-es. Mindjárt meg is mutatom, hogy hogy áll, és azt nézem, hogy ez nagyon stretches, szóval szerint ML méret is simán föl tudja venni, meg nyilván, ha még nagyobb lesz a pocakom, akkor is jó lesz. Ez szerintem nagyon csini. Rendeltem ebből egy kis halványabb. Ez az eredeti ára, és ennyiért vettem a kuponnal. Ráadásul még így le is lehet húzni, de szerintem így jobb. Annyira szép ez a kar része is. Nyúlik, nem kényelmetlen. Amivel nekem gondom van, az a szaga, az nagyon büdös, tehát majd pár mosás után csak kijön. Ez nagyon csinos. Nézzük a kövit. Na! Van egy ilyen kis naci, szerintem simán hordható majd terhesség után, és föl is veszem, és akkor kiderül. Itt a szabások nagyon ilyen modernek. Ha mondják, hogy leutánozzák a nagy dizájnereket, valószínű azért is néznek ilyen jól ki. Nézzük a kövét! Ó, de szép színe van. És még ilyen kis kötő is van hozzá. Imádom ezeket a pöttyös dolgokat. Ez szerintem igazán helyes. Annyira jó, hogy itt lehet megkötni. Nem egy ilyen kellemes. Hát meglátjuk, hogy nyáron az 50 fokban mennyire lesz kényelmes. Kicsit ilyen műanyag. Na mi ez? Erre nem is emlékszem. Ez ilyen kis naci. Szétek, még itt lehet állítani oldalt. Ez elvileg S-es. Hát én nagyon nagynak találom. Hát, nagyon sokat bevettem amúgy, de még így is ilyen... Sehogy nem áll. Ez nagyon el van méretezve. De... Ezzel nagyon félrelőttem, nem az én méretem. Én azt mondom, ha MS vagy, inkább S-eset rendelj, ha S-es, akkor XS-eset. Szerintem minden kicsit úgy nagyobb. Na mi lesz ez? Imádom ezt a mintát, szerintem annyira csinos. Lábnál így ki van vágva, itt van az ára ennek is. Föl is veszem, és akkor megmutatom, hogy néz ki. Magas sarkúval kifejezetten csinos, egy lapos talpúval, meg egy ilyen lazább, elegáns szettet tudunk összehozni. Megint egy pöttyös. Na, ehhez is van valami kötő. Kamerából úgy néz ki, mintha a mamámnak köténykéje lenne. Anyagra ez se jó, nagyon vékony, kellemetlen. Na mi ez a pici? Rendeltem ékszert is. A bokaláncokat imádom. Olyan kis nőies, nagyon kis vékony, kis csini. Ennyi volt, szóval. Jó, nyilván azért fürödni nevet föl, mert biztos, hogy meg fogja fogni a lábadat. Ez biztos, hogy nem fog kitartani így évekig. Na ezt már nagyon vártam. Jaj, nézd, de helyes! Nagyon kis vici, de ezt nézzétek! Wow, így nyúlik! Ez nagyon cuki. Habár kicsit mini, szóval ezt nem tudom, mennyi ideig lesz rám így jó. Na, ez meglepően nekem nagyon tetszett fölvéve. Ha nagyon nagy lesz a hasam, akkor már nem biztos, hogy föl tudom venni, mert elég kis mini. Még,
Fölöslegesnek érzem mindegyiket egyesével becsomagolni, kicsit ilyen környezetszennyezés. Nekem elég lenne egy zacskóba belerakni. Ó, ezt nézzétek! Ez nagyon szép. Nézzük fölvéve, hogy jól áll-e. Szerintem ez is nagyon jó. Kis szolíd, pont az ellentét az előzőnek. Jó kis mintáival. A gombok is tök jól föl vannak varva, nem is látok nagyon rajta hibát. Ez meg ilyen kis vállas. Kicsit nagynak tűnik. Anyagban nagyon jó. Puha. Na, ez így néz ki. Kicsit olyan nagynak érzem. De amúgy nem rossz, annyira kényelmes. Végre a number one. Nagyon remélem, hogy ez jó lesz rá, mert borzasztó drágák a terhes nadrágok. Ami jól néz ki, azok kerülnek ilyen 30 ezer forintba. Vegyek egy terhes gatyát, amit utána úgyse hordok, mert nem tetszik. Nézzétek meg az alját is. Hú, jó, modern, mostani divatú. Hát ez durva. XXS-es gatyák rám se jönnek, szóval én tényleg azt mondom, hogy mindig egyel kisebbet rendeljetek. Nézzük meg, hogy egyetlen hogy áll. Fú, én biztos vagyok benne, hogy ezt terhesség után hordani fogom. Nagyon tetszik, nagyon jó a színe, nem gagyi az anyaga, és olyan igazi farmer. Nagyon tetszik. Amíg nem az a nagyon durván mini, addig én hordani fogom. De jó. Ez nagyon cuki. Ohoho, jön a kövi. Ennek is nagyon jó a mintája. Jól néz ki nagyon. Kíváncsi vagyok, hogy fölvéve hogy mutat. Csini, felnőttes. Icipicit megint nézem azt a kicsit ilyen gagyi műanyagot, de összességével nincs vele gond. Jó, nézzük a kövét. Már ezt nagyon vártam, mert amúgy én imádom a bőrnadrágokat, és rengeteg volt így terhesség előtt. Úristen! Hallod? XS-es! Ez hogy XS-es? Ez nagyon nagy. Na mindegy, én fölveszem nektek. Legalább lesz mi röhögni. Sajnálom, mert amúgy ez egy nagyon jó bőrnadrág. Bárhogy nem vagyok nagyobb, akkor tudnám hordani. Ezt nézd. Tök szép az alja, normálisan el van dolgozva a varrás, jó a cipzár is, teljesen jó, nem akad. Most annyira divat ez a batikolt minta. Itt az a különlegesség, hogy ilyen kis bevágása van. Na nézzük is meg, hogy áll. Itt azért nagy, itt meg kell varnom. Hát azért jó lett volna, ha nem lenne ilyen nagy itt. Na mindegy, de amúgy a minta nagyon szép. Ékszer, ez annyira megtetszett, hogy mondom, jó, hát ennyi pénzért rendelek, ide nézzetek. Ilyen, nagyon szép szerintem. Á, de jó, imádom nyáron a fehér nadrágot, meg amikor már ilyen jobb idő van, mert annyira jól lehet vele öltözködni, és látjátok, ez is ilyen mostani divat szerint föl lehet hajtani, vagy hát oda is van varva konkrétan. Azért terhes nadrág, ugye itt van egy ilyen kis plusz anyag. Ez sima S-es. Hát ez lehet nagy lesz rám, de kiderül, aztán az is lehet, hogy ez jó lesz. Én nem tudom, a méretezésekre ne adjatok. Ez a naci nagyon jó. Ez egy olyan darab lesz, amit bármikor föl tud venni az ember bármihez. Ez valami csíkos. Aha. Hát, megmondom őszintén, nekem ez annó képen jobban tett, de nem baj, nézzük meg fölvéve. Kis aranyos. Nem lesz a kedvencem, azt mondom, egynek jó lett. Valami kis sárga. Aha. Ehhez is van ilyen kis kötő. Jó minta, tök jó itt a kötő. Á, de jó a színe, nagyon jó, kis kellemes, világos kék, és szintén igazi farmer anyag. Ez fölvéve amúgy nagyon kényelmes, főleg ennyi pénzért manapság farmert nem kapsz. És ez egy jó minőség, nem tudom, a farmerok szerintem itt nagyon megéri. Nézzük a kövit. Nem egy tapadós darab, hanem egy ilyen kényelmes. Egy icipicit ennek is műanyag az érzete, de amúgy jól meg van csinálva belül. Jók a gumik, jól nyúlnak. Nézzük meg fölvéve. Fú, ez nagyon kényelmes. Eddigi legjobb. Az egyik kedvencem lesz így jó időben. Ezt biztos, hogy terhesség után is hordani fogom, mert nekem nagyon tetszik. Van valami kis zöldes, de fura a képen nem olyan, mint élőben. Más színe van amúgy, jobban zöldesebb. Ez jó, ez a szoknya. Itt még külön lehet állítani is, hogy szűkebb legyen, vagy ha nől az ember, akkor vissza tudja rakni, tök jó. Á, erre is emlékeztem, ezt nagyon vártam. Nem rossz, nem rossz. Habár itt kicsit nagy, mostnál meg tök jó, hogy még övelet belehízni. És már csak két darab maradt. Nézzük meg az utolsó előttit. Szintén egy pöttyös, nem tagadhatom le, hogy szeretem.
aránytalan, itt nem áll jól. Jöjjön az utolsó! Ez pedig szintén egy olyasmi darab, mint az elején, amit mutattam. Nagyon ilyen stretches. Ez fölvéve tök jó. Ezt is biztos hordani fogom majd terhesség után. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Én ismételten nagyon jól éreztem magam. Remélem tudtam nektek segíteni, hogy érdemes-e innen rendelni, vagy nem érdemes. Ha nagyon a márkára mész meg, nagyon az ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó minőségű dolgokra, akkor nem ajánlom neked ezt az oldalt, mert nyilván volt egy-kettő, ami tényleg jó minőségű, főleg a farmer nadrág. A méretezéssel nekem problémám van, mert inkább egy mérettel kisebbet rendelj magadnak. Találkozunk legközelebb, és jön ki a rövid videó holnap. Puszi!